Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Íme a második heti update a keto diétával kapcsolatban. Mint ahogy tudjátok, egy új életmódváltásra szántam el magamat egy pár héttel ezelőtt, és a keto genetic életmód mellé tettem le a voksomat, ami azt jelenti, hogy a kalóriabevitelemnek 80% körüli része az, ami zsírokból áll, egészséges zsírokból, tehát kókuszolajból, vajból, zsírosabb húsokból. Nagyon alacsony szénhidrátot fogyasztok, mindössze a kalóriabevitelem kevesebb, mint 5%-a, és olyan 10-15% fehérje az, amit még megeszek a húsokkal, illetve a tejtermékekkel kapcsolatban. Az eredmények azok abszolút lenyűgöznek, már az első hét után is nagyon lelkes voltam. A múlt heti update-om óta ismét vesztettem több mint egy kilót, 1,3 kilót vesztettem, és így most 87,3 kiló vagyok, tehát már csak 7 kilót kell lefogynom, és elkezdhetek futni, járni, illetve intenzíven sportolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig nagyon könnyen megy, és nagyon jól ez a diéta. Abszolút nem hiányoznak a szénhidrátok, illetve azok az ételek, amiket nem fogyasztok. Nagyon nagy segítség, hogy ebben a diétában nem lehet azt megtenni, hogy tartasz egy bűnözős napot. Mert ha tartasz egy bűnözős napot, akkor a tested kiesik a ketózisból, abból a folyamatból, amikor az energia szükségleteit a ketonokból fedezi, tehát zsírból, és nem cukorból, glükózból, és megint 2-3 nap, mire újra a ketózis állapotába tudsz kerülni. Ez engem annyira lebeszél a bűnözésről, hogy nagyon szigorúan és következetesen tartani tudom a diétát, ezért is van, hogy ilyen jó eredményekről számolhatok be. Nagyon elégedett vagyok, nagyon energikus vagyok, a ketonáthának már nyoma sincs, vagy hát talán csak annyi, hogy egy kicsit még a hangomon hallani, de nagyon jól érzem magam, tehát a közérzetem az fantasztikus, nagyon jó minőségű alvása vannak, és hát nagyon finomakat eszem. Az elmúlt héten beruháztam egy-két új alapanyagba, vettem kókuszlisztet és stevia édesítőszert, úgyhogy az egyik kedvenc desszertem az a kókuszlisztből készült palacsinta. Ezt nagyon egyszerű elkészíteni, úgy szoktam csinálni, hogy egy tojáshoz egy evőkanál kókuszlisztet teszek, rakok bele egy kis stíviát, és kókuszolajon kisütöm. Ezt tejszínnel szoktam enni, majd fogok venni cukormentes tejszínhabot, de most tejszín volt itthon, és nagyon-nagyon finom, és abszolút ketó kaja, tehát nagyon magas zsírtartalmú és alacsony szénhidrát tartalmú ugye a kókuszliszt miatt. Szóval eddig összességében 91,2-ről indultam, és 87,3 vagyok, tehát közel 4 kilót vesztettem 2 hét alatt. Szerintem ez egy nagyon jó eredmény, majd az egy hónapos update-nél fogok előtte-utána fényképeket is mutatni nektek, ott már jobban látható lesz a változás, de egyébként fényképekkel is dokumentálom a súlyveszteséget, és ezt később meg fogom osztani veletek is. Úgyhogy köszönöm, hogy drukkoltok vele nekem, és velem tartotok ezen az úton. Én mindenkit csak bíztatni tudok, hogy induljon el, és próbálja meg ezt a keto diétát, mert én elég sokfajta étrendet kipróbáltam, már a paleót azt több mint 2 évig csináltam, és ez a keto ez egy kicsit egyébként hasonló a paleóhoz, azzal a különbséggel, hogy itt megengedettek a tejtermékek, tehát sajtot, tejszínt, ilyesmit azt nyugodtan lehet fogyasztani, és így sokkal könnyebb és sokkal élvezhetőbb étrendet lehet kialakítani. A kalóriabevitelre továbbra is odafigyelek, bár elismerem, hogyha éhes vagyok, akkor inkább eszem annak megfelelően, hogy a makróim ne boruljanak fel, tehát hogy a zsírbevitel és a szénhidrát, meg fehérjebevitel százalékaiban, arányaiban jó maradjon, és kevésbé figyelek oda a kalóriára, de olyan szinten nem bűnöztem, hogy egy szelet kenyeret, egy szemrés, semmi ilyesmit nem ettem az elmúlt 2 hétben.
A kalória bevitelem az 1550 kalóriára van beállítva naponta. Volt olyan, hogy miután már megettem az 1500-at, még megkívántam egy ilyen palacsintát, és akkor csináltam még egy palacsintát, és akkor ez napra, mint olyan 1650 vagy 1700 lett. De én azt gondolom, hogy ez nem befolyásolja annyira a súlyvesztésnek az ütemét. Az a lényeg, hogy következetesen kell csinálni, nem szabad megtorpanni, hogyha megtorpan a súlyvesztés, mert azt mondják, hogy egyelőre én ezt még nem tapasztaltam, de a harmadik, negyedik hét környékén sok embernél megtorpan a fogyás, és egy 2-3 hét, amíg állandó marad, vagy ingadozik így fél kilón belül, és utána az azt következő időszakban egy nap alatt kimosódik a szervezetből a felesleges víz, mert elkezdett a szervezet vizet visszatartani a harmadik, negyedik hét végén. Én itt még nem tartok, nekem gyönyörűen mennek le a kilók, meg a fontok, mert igazából fontban mérem magamat, csak a kedvetekért mielőtt megnézem, vagy elkészítem a videót, akkor szoktam átváltani kilóra, mert Tangiába fontban mérik, és nem tudom, nekem egyszerű volt összehasonlítás címen, ahogy más videókat is nézek, meg más eredményeit is figyelem, jobban össze tudom hasonlítani a saját eredményeimet máséval, hogyha nem kilogrammban mérem, hanem fontban. Egyébként ez 10 font kereken, tehát ilyen 10 és fél font, vagy valami ilyesmi, aminél most tartok. Nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, úgyhogy mindenképp folytatni fogom, és remélem, hogy velem tartotok ezen az úton. Sziasztok!